A korcsoportos LSV speciális dobószámok világbajnokságán járt a Tamási Tambov atlétikai klub a csehországi Lovosicében. Tamásiból 9 versenyző volt kint, meg mellette magyarországiakat is képviselték, még máshonnan is, tehát Győrből, Tatabányáról, Kecskemétről voltak még, akik indultak, és így a kis magyar csapat próbált összetartani ott kint. A háromnapos világbajnokság komoly megterhelést jelentett a versenyzők számára. Nagyon sok versenyszámban indultunk, volt, aki 19 számba indult el. Na most ez azt jelentette, hogy ebben benne van az is, hogy csapatverseny is volt, tehát nem csak egyéni verseny volt, hanem különböző versenyszámokban kis csapatot lehetett létrehozni. Mi egyesület terén is hoztunk létre, meg az ország terén is hoztunk létre, sőt volt egy nemzetközi vegyes csapatunk is, az egyik versenyszám, sem nem is egy versenyszámba több, és így alakultak. Tehát a klasszikus számok voltak, ami az LSV-be megszokott, annyitól eltérő, hogy ezek nem sima egy próbák voltak, hanem ez mind három próba volt. Tehát háromféle szerrel kellett végigversenyezni ezt az egészet. A versenyszámok közül a magasba dobás igazi kihívást jelentett a női versenyzőknek. Nem három próba volt, ott sima egyszerű szám volt, viszont magasabb súlyokkal, mert a 35 év feletti is, még tehát a 40 éves korig a hölgyeknél 15,88 kg-ra kellett magasba dobni. És az pedig azért férfiaknak is elég becsületére válik azt magasba feldobni, tehát olyan komolyak voltak ezek a súlyok, hogy nagyon rá kellett készülni. A Tamási Tambov atlétikai klubot 9 versenyző képviselte a korcsoportos LSV speciális dobószámok világbajnokságán. 4 hölgyemény volt tőlünk, az egyik az Szőke Emilia, a másik az Talabérné Nedoba Judit, a harmadik az a Lacáné Molnár Erika, és a negyedik meg dr. Stefanovics Ágnes volt. A férfiak vonaláról Birizdó László, Bosák Attila, Jó Magam, aztán Veréb József, Tihanyi Zoltán. Az eredmények nagyon jók voltak, mert nem számítottunk erre, hogy tarulunk, vagy aratunk tulajdonképpen. Ha csak az egyesület listáját nézem, akkor több mint majdnem 110 érmet hoztunk haza. Tehát hatalmas mennyiséget, vagy azt mondjam, aranyéremben is, ezüstben is, és bronzéremben is. Ha a magyar csapatot nézem, akkor ott is közel 170 érmet hozott haza a magyar csapat. Tehát az szintén komoly, és még nem is az, hogy az érmek száma, hanem itt az mellette, hogy kettőben, két számban biztos, hogy világcsúcsot javítottak a magyar versenyzők. Abból az egyik az a kecskeméti Borbély Norbert, az a Sperorámába, a korosztályban világcsúcsot dobott, valamint az egyesületünk kis csapata, a Veréb József, Birizdó László, Bosák Attila összetételbe, ógörög diszkoszvetésbe világcsúcsot javított, de nem csak egy egyesületi, hanem nemzeti világcsúcsot is. Tehát ország vonalában is, meg egyesületek vonalában is nézve, mert ott külön egyesületeket is nyilván tartják, hogy kinek van eredménye. Ők például olyan szinten javították meg, hogy az addigi összeredmény volt 170,1 méter, és ők 199 méter feletti értek el összesítésbe, tehát nagyon sokkal megjavították. Az atlétika klubnál nem áll meg a munka, folyamatosak az edzések ezután is.